Jó estét, urak, hölgyek! Ez az őszi maflás szezon kezdete. Hát a nyár az izgalmas volt mindannyiunknak. Meglátjuk, hogy jön ez a negyedik hullám. De ezúttal szeretettel köszöntöm a kedves urat, mert képzeld, nálunk az, vagyis nálam az a szokás, hogy mindig a vendég mutatkozik be. Uh-huh. Hogy ő kicsoda, micsoda. Jó. Légy, mutatkozz el be, ki vagy te? Budapesten születtem. Gyerekkoromban az volt a terv. Neved? Nevem Galla Miklós. Gyerekkoromban színész szerettem volna lenni. És mi lettél? És végül is lettem az is, de kerülő úton, mert a valóságban először zenész voltam, 81-ben alakult a GM49 együttes. Zenészkedtem, elkapott a színpad varázsa, és a zenész létből 5 évvel később, tehát 86-ban alakult a Lárpurlár társulat, ami csupa zenészből áll, de abban... Most, bocsáss meg, hogy megszakítalak, ha 2021-re ugrunk. Ugorjunk. Milyen embernek írnád le magad? Milyennél váltál? Bölcs. Ez bölcs mesterré váltam. Tehát de tudod, utóbbi... ez a mester szó használata, ez kockázatos. Kockázatos. Tudod, miért kockázatos? Akkor... Nem. Azért kockázatos, mert ha te magadat mesternek hívod, az nem okés. Tanítványok hívhatnak mesternek. De hát én veszem magamnak a... Hát jó, tehát te veszed. Azért az... De akkor bölcs ember lettél. Imre, az utóbbi 4 évben letettem 4 olyan zenei CD-t az asztalra, ami alapján hívhatom magam mesternek. Erre utaltam, tehát a stúdióban, a zene stúdióban egy bölcs mesterként dolgozom, az összes dalomat fölvettük újra az utóbbi 4 évben. Minden ki van adva. Tehát a teljes zenei életművem az immár hozzáférhető. CD-n a legutóbbinak az a címe, hogy Kincses Gallandárium, Very Best, nem, Galla Miklós, Very Best Ofia. Kérdeld el most, hogy ezt mondod, nekem olyan érzésem van, mint hogyha készülnél a halálra. Téves az érzés, mert van ötletem a legújabb CD-re is. Végül is el lehet mondani, feldolgozás lemezt tervezek, mivel a saját dalaim elfogytak, de ehhez kell a nemzeti kulturális alap anyagi. Értem, de ezt hagyjuk most. Figyelj, én ténylegesen, hát nekem kérdeztél, az, hogy mi vagyok most. Bölcsember lettél, de ez nekem még kevés. Érzékenyebb vagyok. Mire? Sokkal, mert például színészekre. Tehát az utóbbi egy évben olyan óriásokat fedeztem fel, mint Lino Ventura. És ha 20 éves koromban láttam volna, vagy lehet, hogy láttam is, akkor még nem volt olyan kifinomult az érzékenységem, hogy méltányolni tudjam az ő szédületes színészetét. Úgy becézik, hogy a francia Robert De Niro. És találó, szóval nem hasonlít Robert De Niro-nak, de a színészetének a színvonala. Képzeld el, nem tudom, mennyire veszed észre, hogy másról folyékonyan tudsz beszélni, de amikor magadra kerülne a sor, akkor hárítasz. Nem hárítom. Nem hárítasz? Nem hárítom. Akkor kérdezhetek valamit? Légy szíves. Figyelj, de mostanában így tűnt az fel, hogy... Nem mindent érhetünk el önmagunk életében, nem? Ez igaz. Tehát, de sokkal fontosabb, hogy megtettünk-e mindent azért, hogy azt megszerezzük. Nem? Vagy elérjük. Például itt van ez a gyűrű mizéria, ami miatt én azt nem értem, hogy miért ragaszkodsz ehhez ennyire.
hogy megkap? Hát egyrészt azért, mert a humoristáknak ez az egy díja van. Ami a színészeknek a Jászai díj például, vagy festőművészeknek a Munkácsi díj, az a humoristáknak a Karinthy díj. Az így van. Tehát neked és én erre régóta vágyakoztam. De miért? Tehát ha 20 éve megkapom, akkor is jogos lett volna. Figyelj ide, hogyha van egy grémium, és a grémium neked ítéli. Most gondolj bele, ott van az ujjadon a gyűrű, miben lennél más? Én ezt nem értem. Büszke lennék, fotóztatnám magam a gyűrűvel. De ez csak a hiúságodnak hiúság. A szimbolikája. Pontosan. Becsvágy, hiúság. De minek? De mondd meg nekem, minek? Arról nem is szó, hogy pénzjutalom is jön bele. És akkor a pénz az jön-megy. Hát inkább jön. Úgyhogy én nem engedtem el ezt az ügy is. Hát mi az, hogy? Persze, pénzjutalom. És dicsőség. Három napig. Hiúság. Nem, mert onnantól kezdve Galla Miklós Karinthy gyűrűs humorista. És teljesen ott lettél volna. Leszek. És mi van, teljesen, hogyha nem leszel? Teljesen ok nélkül vonták vissza. Ez lényeges, hogy elhangozzon. Tehát semmi alapja nincs annak, hogy visszavonták. Semmi. Ilyen morális, meg viselkedési. Na de látod, a legújabb ír, hogy Cserhalmi György, méltán Kossuth-díjas ragyogó színész, nem kapta meg a neki jogosan járó aranydiplomát, mert 71-be végzett a színművészetén. De most hagyjuk. Jár, Imre, de jár neki az aranydiploma, és nem kapta meg. De figyelj, most hagyjuk őt. Ragyogó színész. Figyelj, rólad beszéljünk. Jó, beszéljünk róla. Figyelj, fel tudnál sorolni pár olyan félelmedet, amit nem oldottál eddig meg? Fel. Nem ülök repülőgépre. Ültem, de akkor azt hittem, hogy a legutóbbin megfogadtam, hogy többet nem kísértem a sorsot, és ahhoz képest még kétszer ültem. És nem, eljöttél arra, hogy miért félsz a repülőn? Hát mert teljesen kiszolgáltatott vagyok. Semmi ráhatásom nincs az eseményekre. Ha egy autóban ülök, akkor tudom mondani a sofőrnek, hogy vigyázz, jobbról jönnek, vagy lassíts. Egy repülőgépen ülve semmi befolyásom nincs. Te Miklós, te úgy gondolod, hogy mindent lehet kontrollálni? Hát amit lehet, azt én kontrollálom. Azt látom, kontrollmániás vagy. Kontrollmániás. Tehát felülsz a repülőgépre. De hát nem ülök föl. Tudom, amikor felültél. Bár felmernék ülni, mert akkor tudnék Londonba menni. Sics, úgy 2 óra alatt ott lennék Londonban. Képzeld el, illetve csak azt szeretném tőled kérdezni, hogy amikor utoljára felültél a repülőgépre, milyen volt az az 1 óra vagy 2 óra? Mit csináltál? Akkor már berúgtál. Féltem. Micsoda? Berúgtál. Dehogy rúgtam. Nyugtatóztál. Soha életemben nem voltam nyugtató? Alkoholos fiú. Nem ittam a szeszes italt soha. Nem hánytál soha? Nem. Ha, miért nem? Nem az én világom. Nem is dohányoztam. És nyugtató? Soha. Az sem. Semmilyen pszichoaktív vegyület. Semmi. Jó. Figyelj, tehát akkor végigfélted az utat? Akkor már igen, az utolsó 2-n, mert az már azután volt, hogy megfogadtam, hogy többet nem ülök repülő. És ráadásul az egyik London-Budapest között volt, és óriási vihar volt Londonba. Tehát fölszállt a repülő Heathrow repülőtéren, és egy akkora vihar volt London fölött, hogy azt hittem, hogy lezuhanunk. De akkor gyors halálod megúsztuk. Lent volna. Megúsztuk. Ugye, és nem száll, hogy még félelmet kapjál, de aztán szabad ne feled. Liftbe se szállok be egy pár éve. Liftbe se? Nem eszem semmi madarat, tehát semmiféle csirke, kacsa, madár. Tehát ami madár, az nekem nix. És nix. Azt akartam mondani, hogy amikor én felszállok a repülőre, akkor én abban a pillanatban elalszom.
Te ügyes vagy. Nem ügyes vagyok. Tabi László úgy kezdte az egyik humoreszkét, hogy vannak olyan különleges zsenik, akik vonaton tudnak aludni. Nem. És ezt mélyen megértem, mert én például vonaton elképzelhetetlen, hogy tudjak aludni. Feszült. Nem, figyelj, de nem zseniség kérdése, hanem szerintem bizalom. Bizalom. Megbízom a pilótába. Gratulálok. Uh-huh. Hogy azért ő a pilóta. Uh-huh. Értem. Érted? Persze, hogy értem. Képzeld, ha nem értem. Te meg, bizalmatlan nem vagy. Nem értem. A pilót. Bizalmatlan vagy ezerre. Hogy nem a pilóta, hát igen, de a pilóta is, tehát amikor lezuhan, az arról általában nem a pilóta tehet. Sokszor a pilóta is, tehát néztem olyan katasztrófa filmeket, amikor kiderítették, hogy a pilóták nem rendelkeztek megfelelő technikai tudással, hát vagy másnaposak voltak, vagy az egyik kokainozott, de ez ilyen régen 60-70-es években volt. Na figyelj! Tehát van egy csomó félelmed. Mit csinálsz? Ez jelentősen korlátozza az életedet. Hát kikerülöm a csirkét, kikerülöm a liftet, tehát lépcsőn. Ha a 20. emeletre kell menni, akkor is lépcsőn megyek fel. Tehát fit vagyok, energikus, fölmegyek a lépcsőn. A lift az... A kopos, mint a kopos. Nézd ugye? Oda, ha absztrakt festészeti kiállításom lenne Amerikában, akkor valószínűleg repülnék. Tehát ha annyira megtisztelne New York vagy Los Angeles, mert Miskolcon, Győrött és Budapesten már volt absztrakt festészeti kiállításom, valószínű, hogy akkor fölülnék a repülőre. Ez az. Nekem nem tűnsz elégedett embernek. Vagy mondjuk egy filmszerep. Igen. De megmondom őszintén... Játszom egy új magyar filmben, mert kérdezted... Nem tűnsz elégedett embernek. You tell me. Tehát békés embernek. Ha nem tűnök... Olyan feszült vagy és nyugtalan. Ha ezt látod, akkor ezt, így van. Nem biztos. Az van, amit látsz. Én kérdezem. Én nem érzem magam. Én harmonikusnak, optimistának érzem magam. Hány százalék esély van, hogy nem kapod meg a karinti gyűrűt? 50, mert vagy megkapom, vagy nem. De én bízom benne, hogy megkapom. Tehát mondom, ügyvéd is dolgozik. Nem fogod megkapni. Soha? Nem. Tudod, ez úgy van, próbáld megfogni olyan édeseket a vizet. Tudsz mondani. Figyelj, próbáld megfogni az embernek a vizet. Megjön az életkedve. Ugye? Látod? Ezt szokták ezt mondani mások. Ne legyél negatív. Meg tudod fogni a vizet? Meg, így. Na, de nem pohárban, maga a tenyeredben. De ez minek? Hát, hogy tudod, mutatom neked ezt. Aha. A víz, a gyűrű. Nézd csak. Jó. Kifolyik a kezed közül. Minél erősebben szorítod, annál gyorsabban kifolyik. Miközben egy olyan valami után ragaszkodsz, pénz, meg dicsőség, ami a halállal elmegy. Mert nem fontos. Igen, de még élek, és ahhoz pénz kell. Tehát akkor elmész dolgozni. Ha fit vagy, de a 20-ra fel tudsz menni, hát most vidéken óriási munkaerőhiány van. Jó. Elmehetni bárminek. Nem csak humoristának. Angolt tudnék tanítani. Angolt is tudnál tanítani, de szőlőt is tudnál szedni. Szőlőmunkást. Azt még nem próbáltam. Miért nem? Nem vagyok egy természeti ember. Ez anyai örökség. Anyai. Uh-huh. Na, figyelj, és akkor hogy telnek a napjaid? Kávéval kezdek, van egy ennél nagyobb, ilyen alakú, így mutatom. Fél liter kávé. Fél liter. Jól alszol? Jól. Mind a bunda? Remekül alszom. Mikor szoktál szívből mosolyogni?
Nem tudom. Hát nézek filmet, csak nem akarod, hogy más színészekről. De hagyjuk a színészeket. Na de hát az az életem jelentős része. Este. Rengeteg filmet az este nézem. A filmnézés ideje. És te szereted saját magadat? Szeretem a dalaimat. Nem a dalaidat. Figyelj, képzeld el. De hát az én vagyok. Képzeld el, nem tudom, hogy mennyire vetted észre, hogy amikor felteszek egy kérdést, és te egy picit vársz a válaszadásnál. Tudod, az mit jelent? Na, mit jelent? Nagy okos elmondom figura, neked. Mondd el, hogy mit jelent, hogy egy kicsit figyelj, várok. Halljuk. Nagyon egyszerű, hogy megtanultam azt, hogy nagyon sok ember, amikor egy kicsit megreked a válaszadásban, akkor valójában a vágyairól kezd el beszélni, és nem a valóságról. Hát itt nem erről van szó, Imre. Itt arról van szó, hogy szeretek kerek, kinyomtatható magyar mondatokban beszélni. Tehát ha egy kis szünetet tartok, akkor közben belül fogalmazom, hogy ezt hogy is kéne flottul megfogalmazni. Nagyon nagy benned a... 4 éves koromban anyukám újságíró volt, és egy újságíró kolléganője ott ült az asztalnál, az újságíró klubban, és én mondtam valamit, és azt mondta a kolléganője anyukámnak, hogy a gyerek nyomdakészen beszél, le lehet adni. Ha le lehet adni, az azt jelenti, hogy ki lehet nyomtatni. A megfelelési kényszerrel... Na most képzeld el most... Képzeld el most, ha 4 éves koromban kinyomtatható mondatokba beszél. A megfelelési kényszerrel hogy állsz? Van bennem megfelelési kényszer. Mi mások, az, hogy? Mi az, hogy? Valláról szépet mondjanak, jót mondjanak. Persze, hiúság, de figyelj, hogy, önzés. Hogyha olyasmit állítanak, ami úgy megsért téged, mit szoktál csinálni? Megsértődöm. Stresszelek. Elolvasod? Nem szeretem a negatívumok. Tehát a barátaim, rokonaim be vannak idomítva e-mail, mert hogy arról volt szó, hogy hogy kezdődik a napom, és a kávénál megálltunk. Jó van, de nem baj. Mert de engem ez jobban a kávéhoz érdekel. Nézem, az, hogy milyen e-mail jött be. És be vannak idomítva, hogy Miklósnak nem szabad negatívumot írni. Várjál, ez tudod, mit jelent? Ez azt jelenti, hogy Miklósnak nem szabad negatívumot írni, tehát a Miklósnak hazudni kell. Nem szabad a negatívumot. Tehát a hazudni kell. Nem szabad elmondani a frankót, mert akkor Miklós a földhöz veri magát. Nem veri, stressz. Nem, hát ez egy dedós reakció. Van közösségi oldalam, és azt egy informatikus működteti. Azt leszűri, leveszi a negatív dolgokat. Ő leveszi. Tehát az van, hogy én írom neki, hogy 62 hozi van, a hozzászólást hozinak becézzük. Nézhetem, és akkor ő kitörli a negatív hozzá kommenteket. Milyen beszari vagy, bazd meg? Hát Imre... De azért mondom, hogy mi van a mérleg másik serpenyőjébe. És visszaír, hogy nézheted, és akkor megnézem, és de csak tudod, a pozitív hozzászólás. Úgyhogy teljesen fölösleges nekem negatív kommenteket írni, mert nem látom, innen üzenem mindenkinek. Figyelj ide. Fölösleges. Nekem csak ez pozitív. Nem egy kerek élet. Hát Imre... Tudod, ez ugyanazt hozod, de hogy mondom, az elhunytról vagy jót, vagy semmit mondani. De ez hazugság. Az elhunyt az emberből van. Hát te is emberből vagy. Tele vagy hiányosságokkal és erényekkel. Igen, de azokat én tudom. Tehát azt nem kívülről kell egy nálam kevésbé intelligens embernek az orrom alá dörgölni a hibáimat, mert orrom alá dörgölni szót tudom. Akkor használja ezt a mondatot kontextusban, akkor használja valaki, amikor valaki a hiányosságait nem akarja elfogadni. Dörgölni. Ja, jó. Hát hogy lehet dörgölni valamit, ami emberi? Hát az nem dörgölés. Igen, de nem olyan okos, mint én. De az nem baj.
De a kívülálló ember észreveszi azt, hogy... Nem olyan okos, és nem olyan érzékeny, és nem olyan intelligens. És akkor mi van? Hát az intelligenciád is a sírba fog szállni. De akkor az engem nem érdekel, hogy szerencsétlen humorérzék nélküli embernek... Tényleg, valami vicces végrendeletet írtál már? Komolyat írtam. Vicceset nem? Vicceset nem. Egy végrendeletem van, az komoly. Nagyon van két unokaöcsém, és rájuk hagytam mindent. Uh-huh. Szóval... Egyenlő arányban. Ezt kérdezte az ügyvéd, hogy de 50-50 százalék? Mondom, igen. Szóval ez érdekes, hogy a negatív kommentekre így felkapod a vizet. Felkapnám, de nem látom. De figyelj, mit szoktak rólad mondani így? Hát biztos a füledbe jut, amit nem akarsz meghallani. Arrogáns vagy, nagyképű vagy. Nem a jellemem. Mit szoktak mondani? Hát valamit biztos meghallottál már. Az informatikus nem tud mindent kitörölni. Mindent nem tud. Na hát akkor valami eljut hozzád. Mint szoktál dühös lenni? Dühös lehet például, ha zaj van. Nem, kommentekről van szó. Ja, kommentekről. Tehát, hogyha valaki azt mondja neked, hogy mit? Mit? Mikor leszel dühös? Vagy ingerlékeny? Hát mondjuk egy festményt közzéteszek, és akkor valaki azt írja, hogy amatőr, vagy nem tetszik. A Picassohoz képest biztos amatőr vagy, meg Dalihoz képest. Vannak hát olyan ötleteim, amit se Picasso, se Dali nem festett meg, csak én. Nagyszerű, ennek tehát örülök. Tehát szürreális saktáblát festettem, úgyhogy van egy saktábla, és itt, meg mind a négy oldalán kilóg belőle plusz négyzet, érted? Emlékszel, hogy... És elküldtem Polgár Juditnak, és azt válaszolta, hogy érdekes helyen kezdődik, és érdekes helyen fejeződik be a saktábla. Ez van, ez a semmi fog meg. Tehát ez nem 64 mezőből áll, hanem itt egy, itt kettő, itt három, itt azt hiszem egy, igen. Ez se Dalinak nem jutott eszébe, se Picassónak, de még Magrittnak se. Fantasztikus, nekem. De... Egyetlen dolgot. Jó lenne New Yorkba kiállítani. Egyetlen dolgot nem fogsz, mert fosol a repülőtől. De ha tehát a kiállításom fél... lenne New Yorkba, akkor elmennék, ezt mondtam. Hát neked. Igen, mondta, de ezek a erre tudod a dolgokra, amit mondott az én főnököm egyszer, amikor én ezt az ilyen kommunikációt toltam ott a Lipótmezőn dolgozva, dühös lett. Lipótmező. Diliház. Tudom, mi az. Voltál már? Voltam ott, de látogatóként. Ha az érintettnek számít, akkor igen. Hát érintett, persze. Nem kezeltek. Hanem... Nem akartak ott fogni? Nem. Na, jó, akkor viselkedtél, gondolom. Viselkedtem, és rokonomat látogattam. És féltél is? Nem. Mitől? Nem. Hát mitől ott tartanak? Nem, így hülyeségektől nem félek. Nem. Na, a főnököm erre azt mondta, amikor elkezdtem ez a, hogyha... New Yorkba lenne egy kiállításom, akkor oda repülnék, valami ilyesmit mondtam kontextusban. Erre azt mondta, Imre, ha a nagyanyámnak pöcse lett volna, ő lett volna a nagyapám. De a nagyanyámnak nem volt pöcse, így a hadókról nagyon szépen kérlek, ne dumáljunk, hanem húzzál vissza dolgozni. Erre én azt mondtam, hogy igen, professzor úr. Jó, tehát ha... És igaza is volt, mert a ha dolgok nincsenek és nem is lesznek, ha megkapod a karinti gyűrűt, nem fogod megkapni. Édes vagy, ne mondd ilyen sokszor. Mert én azt válaszolom, hogy de meg fogom kapni. Jár, Imre, jár, 40 év munkája van. És akkor lehet, hogy majd megkapod majd 43 év munkájáért majd, hogyha... Ezért hosszú az élet, sokáig vagy, élünk. Vagy tudod mit, kapsz egy posztumusz karintit. Kösz. Édes. Mindenre van egy kedves szabad. És hogyha egy posztumusz karintit kapsz, akkor azt a pénzdíjat majd az unokaöcséid 50-50. 50-50. Szóval válaszolok az e-mailekre. Mikor nevettél utoljára egy jót szívből? Tegnap. Min? Filmen. Tehát
Lino Ventura után most John Thaw angol színész bűvöletében élek. Már sajnos nincs közöttünk. Két szédületes sorozata volt. Inspector Morse, tehát Morse főfelügyelő, és Kavanaugh QC, tehát egy ügyvéd. Tegnap Kavanaugh epizódot néztem, és olyan jókat mondott John angolul, és azt élvezem, hogy angolul beszélnek, és teljesen értem. Saját magadon szoktál nevetni? Magamon? Nem emlékszem, hogy magamon. Amikor azt mondtad, hogy fú, hogy szoktad magad becézni? Sehogy, magamat nem becézem. Nem? Nem. Akkor ilyenkor azt mondod, Miklós, jó nagy hülye voltál, mondod magadról, és egy nagyot röhögsz. Nem, ez nem, nem, volt ilyen? Nem életszerű. Eleve nem röhögök nagyot. Ez fura, hogy egy humorista nem nevet, de én nem arra születtem, hogy én nevessek, hanem hogy másokat megnevettem. De egyedül vagy, hát figyelj ide, hát... Nem nevetek hangosan. Nagyon, ha nagyon vicces valami, akkor káromkodom, de az pozitív, pozitív. Hogy azt a, és akkor jön a csúnya te szó. Te nagyon zárkózott pasi vagy, ugye? Ez se biztos. Nehezen, ha valaki nehezen beszélsz az érzéseidről. Jól közeledik hozzám, azelőtt meg tudok nyílni. Ha szeretetet érzek, pozitív hozzáállást, jó de indulatot, te, intelligenciát, érzékenységet. Megfelelési kényszer szimbolikája. Szerinted így x évesen, mert megkérted azt, hogy ne kérjem meg, ne kérdezzem meg tőled, hogy hány éves vagy, tehát x évesen, hogyha felismersz valamit, ami hiányosság benned, szerinted tudnál rajta változtatni? Nem. Tehát például zenét nagyon rég szereztem. Nem zenéről. Emberi tulajdonság, hiányosság, hogyha... Emberi tulajdonság. Emberi hiányosságod. Rájönnél arra, hogy a megfelelési kényszer mások felé nagyon gáz. Dehogy gáz, az tett sikeressé. Most forgattam egy filmben, tegnap volt utószinkron, átjáróházi horror komédia, Madarász Isti rendezi, és ott abszolút megfelelési kényszerben voltam, mert ő instruált, és nagyon ragaszkodott, hogy úgy mondjam, ahogy azt ő elképzelte, és 5-6-szor is fölvettük, amíg pont olyan nem lett, amilyennek ő. Édesanyád él még? Nem. Akarta. Miben halt meg? És azt mondta, hogy Miklós, jól instruálható vagy. És erre én nagyon az büszke munka. Voltam. Az munka. És ott megfelelési, tehát az volt nekem az ambícióm, hogy Isti jól tudjon instruálni, munka. De édes... nem csak munka, hiúság, szereplési vágy, okay. Exhibicionizmus. Exhibicionizmus. Hát igen, minél inkább szorítod a vizet, az annál gyorsabban elfolyik. Édesanyád... Na de a vége az lehet, hogy lesz egy nagyon jó film, és abban... Vagy nem. Én úgy látom, amit tegnap láttam belőle részleteket, én azt hiszem, hogy nagyon jó lesz. De lehet, hogy jó film lesz. És nagy büszkeség, hogy olyan Kossuth Díjas színészekkel szerepelhetek egy filmben, mint Hegedűs D. Géza, Kútvölgyi Erzsébet és Kulka János. Anyukám 96-ban hunyt el. Milyen volt a kapcsolatod vele? Ambivalens. Elküldted a picsárba? Nem, csúnya. A mi családunkban nem volt trágárság. De belső trágárság biztos volt. Se tőlük, se tőle. Miklós, nehogy azt mondd, hogy trágárul soha nem küldted el belülről édesanyádat. Nem. Akkor hogy küldesz el valakit a francba szépen? Ezt hogy fogalmazod meg? Hát, hogy ez felháborító. Tehát ez ugyanaz valójában. De ez nem egy trágár kifejezés.
Fotó. Fotóznak. Ambivalens. Tehát szeretted és gyűlölted. A gyűlölted az, az nem trágár, ugye? Az nem trágár, de az, az talán erős kifejezés, hogy gyűlöltem. Arról nem néha. Néha gyűlöltem. Néha nem is ez a helyes kifejezés, tehát ne beszélj belém olyan dolgokat, hát ami nem. Hát én csak... Haragudtam rá Imre, ez a helyes kifejezés. Miért? Mert az írógépet vissza... Tehát nekem adta az írógépét, utána kölcsönkérte, és magánál tartotta. Ezért megszopatott. Ezért nagyon haragudtam rá. Megszopatott. És apukámnak... panaszkodtam, és ő pedig diplomatikusan, pedig akkor már azt mondta, hogy húzd be fület farkat. Azt mondta, hogy kusoljál. Lassan az agarakkal. Kusoljál. Nyugtatni próbált. Nem kell olyan, nem kell annyira felháborodni. Tehát akkor apád kompromisszumkész volt, lehet így is nevezni. Vagy megalkuvó. Nem, kompromisszumkész volt, nagyon intelligens volt. Mind a ketten nagyon intelligens. De behúzta fülét farkát. Ott, dehogy ahogy látom, be. Hogy édesanyád... Úgy ordított. Édesanyád vitte a nadrágot. Ahogy a torkán kifért. Te, és bármikor ránéztél az írógépre, ott volt édesanyádnál, amit te ajándékként kaptad meg, de visszavándorolt anyádhoz. Hogy érezted magad? Átjártam ilyenkor. Hozzá gépelni. Mekkora egy hülye vagy? Hát miért vagyok hülye? Miért nem fogtad meg azt az írógépet? Anya, köszönöm szépen, már épp eleget volt nálad kölcsön, viszem haza az ajándékomat. De, hogy mindent tudjál, egymás mellett volt a két lakás. Tehát csak át kellett slattyognom, még cipőt se kellett húznom, hát hanem papucsban. Nem kellett volna sokáig Imre, mindent. Papucsba átmentem az anyámhoz, és legépeltem a cikket. Én megfogtam volna az írógépet, ha már ott vagyok, és átviszem a szomszéd lakásba, mert anya ezt nekem adtad. Igen, ez... Nem ezt volt. Hívják nemetmondás képességnek. Nem volt ilyen helyzet. Ahogy látom, te nagyon nehezen mondasz nemet. Érzelmi szituban. Lehet. Lehet, hogy igazad van. Utána megebédelek. Általában gyümölcsöt ebédelek. Hús nem. Nem, amíg tartott a cseresznye szezon, addig cseresznyét, amióta nincs cseresznye, azóta vagy őszi barackot. Jön a szilva. Őszi barackot, vagy nektarint, de fölszeletelem. Meghámozott. Ezt én úgy hívom viccesen, hogy hard labor. Tehát nehéz testi fizikai munka. Megmosni, nem hámozom meg, csak fölszeletelem, és a magot kiiktatom belőle. De figyelj, mikor dolgoztál úgy, hogy izomlázod volt? Soha. Nem végeztem fizikai munkát, tehát kifutó fiú voltam, de az nem, az fizikai munkának számít. Tehát tudom, levelet az egyik nem rész. Nem volt izomlázod sohasem? Nem. Hát focizás után lehet, hogy volt. Fociztam. De arra már nem is emlékszem. Nem, halványan. Na, tehát a lifttől azért félsz, hogy ne úgy beragadjál? Pontosan. Tehát, hogy attól félek, hogy beszállok, és ott megáll a lift. Tehát ez olyan, mint a koporsótól való félelem. Hát attól is félek, nem feküdnék be egy koporsóba. Hát akkor már nem fogsz tudni róla. Tényleg téged így egybe fognak eltemetni? Jaj. Ezzel még nem foglalkoztam. Miért? De látom, eszedbe jutott már. Nincs, tehát a végrendeletemben erről nincs szó. Ezt az unokaöcseim fogják eldönteni. Hogy égessenek, vagy igen. Temessenek? Igen. Hát de mi nem döntöd el te? Nem ezzel foglalkozom. Nincs időm, ez fölösleges. De ez egy mondat, csak egy döntés. Jó. Amire most nem vagyok rákényszerítve, azt nem csinálom. Na most hogy döntenél? Meg. Én megkérdezem tőled. Nem tudom. Na, ne kerüld a választ. Ezt menekülésnek hívják. A gyáva faszik menekülnek. Fölvállalom, hogy bizonyos
Hát gyáva vagyok, mert repülőre se ülök. Én igen, gyáva vagy átadni a bizalmat a pilótának. Igen, ezt hívják így összefoglalva. Vállalom. Tehát gyáva. Bizalmatlan vagy. És az emberek miért bizalmatlanak? Imre, amire nem vagyok rákényszerítve, azt nem csinálom. Na jó, oké, adjuk ezt, akkor így gyáva is vagy elég dönteni. Dolgom van, amit muszáj meg. Gyáva vagy dönteni, hogy gyáva igen. Vagyok dönteni. Jó, oké, menjünk tovább. Neked ez jó érzés? Ezt, hogy ezt mondod, gyáva vagyok dönteni? Jó érzés kimondani, vagy rossz? Semleges? Nem fog, nem érdekel. Nem érdekel. Jó. Oké. És hogyha... Milyen lehet egy mosolygós belső békével élni? Hát én ez vagyok. Optimista. Nem látom az arcodon. Belül mosolygok, az optimista. Jó. Játszom, Ibre, ez a helyzet kulcsa. Most tehát játszol? Most is. Mindenben a játékot keresem és találom. Hogy fogalmaz a magyar nyelv? A színész az nem azt mondja, hogy este dolgozom, hanem este játszom. A zenész az nem dolgozik a hangszerén, hanem játszik a hangszerén. És én pont ezeket csinálom. Tehát fellépés, színészet, film, játék. Játék, film, még a nevében is benne van, hogy játék. Szoktál haragudni saját magadra? Haragudni? Nem. Soha? Nem. Vagy nagyon piszlicsári említésre érdemtelen ügyekben. És büntetni magad? Büntetni? Föl sem merül. Tehát én játszom, Imre, tudod, játék. És a festészetben is, tehát tudom, hogy vannak nagyszerű tájképfestők, az is jó, meg vallásos festészet, az is óriási tudás. Az arcodon, mint hogy de az én fajta festészetem, az absztrakt, az játék a színekkel és a formákkal. Miben az arcomban? A fantáziával is, de... Pontosan, fantázia. Így van. Így de van. Mint az arcodon ekcéma lenne. Ekcémás vagy? Nem vagyok, azt se tudom, mi az az ekcéma. Hát ilyen bőrtünetek, ilyen valami. Nem, borotválkozás lehet, hogy szokta irritálni a bőrömet. Mm. Borotválkozás. Mm. Tegnap előtt borotválkoztam. Hiú vagy, akkor nagyon nem szereted azt, hogy kopaszodsz. Azt nem szeretem, most rátapintottam. Ezért nem is takargatod. Szeretem az olyan képeket, amin látszik. Ezért takargatod. Hát kérdeztem már Fodrászt, hát hogy be lehet-e festeni. És beültetni? Azt nem kérdeztem. Én tudod, innen hátulról szokták, mert itt még sok van. Uh-huh. És akkor a hajhagymákat... Még ezzel nem foglalkoztam. Akkor tippet ez adok neked. Ez is kéne csinálni. Dús hajad lenne. Arra is gondoltam, hogy egy kicsit a hasamból leszívni, de néztem interneten, hogy 3 hétig véres, tart. Mi? Meg, hogy fájdalmas. Elég fájdalmas. Hagytam a fenébe. Hát mi nem csinálsz akkor? De ha mondjuk, igen, jó, mindegy. Szóval összességében bizonyos szituktól fosós vagy. Vannak félelmeim. Igen. Hát mi nem kezded el megoldani? Mert nem vagyok rákényszerítve. Tehát mindenhol van lépcső, tehát fölmegyek a lépcsőn. Kit érdekel, hogy ott van a lift? Jó. Nem szállok be, fölmegyek a lépcsőn. Akkor nem madarakat szállok is repülőre. El tudod kerülni. El tudom kerülni, nem veszek olyan készételt, amiben csirke van, hanem spagetti karbonárát veszek. Sertés pörköl galuskával, abban nincs csirke. És meg van oldva. Így van. Na, visszatérve akkor, ahogy látom, ez az életedben az egyik kardinális kérdés most ez a karinti gyűrű. Ez igaz. Kardinális. Na, de látszik a tendencia, tehát Eszefe, én, Cserhalmi György, ez már 3, és még előtte volt a CEU. Ezek nagyon rokon ügyek, Imre, nagyon rokon ügyek.
CEU kivonult Magyarországról, akkor ezek hát kiüldözték. De akkor te se fogod megkapni a Karintit. Háromszor mondtam, három a magyar. Én meg fogom kapni, én annyiszor mondom. Jó, legyen így. Figyelj, de így is úgy is majd az idő megmutatja, hogy ez összejön-e vagy sem, de szerintem nem ez a fontos. Jó, Puzsér azt mondta, hogy Galla Miklós az erősebb rend, mint az, hogy Karinti Gyűrű. Szóval hogy ő is arra biztatott, hogy ne foglalkozzak. Szavak játéka. Na de az a lényege, hogy engedjem el. Azt akarta ezzel mondani. A vizet nem tudod megfogni, minél erősebben szorítod, annál gyorsabban kifolyik. Igen. De a Karinti Gyűrű az egy szilárd tárgy. Lemérték hozzá az ujjamat. Méretet vettek a bal középső ujjamról, hogy az ékszerész el tudja készíteni. Figyelj, valójában megkaptad, de nem kaptad meg. Jó. Tudod, ez, gondolj bele, ez egy ilyen szeretem anyámat, gyűlölöm anyámat, ilyen ambivalens dolog. Nem gyűlölöm, csak haragudtam. Akkor haragudtál rá. De utólag most már nem él, bizonyos dolgokban jobban megértem, mint amikor élt. Tehát bizonyos dolgokban akkoriban nem becsülted meg. Nem értettem meg kellőképpen, és vitatkoztam nem. vele, és ma már értem. Hiúsági kérdést csináltál, gondolom. Nem így fogalmaznék. Hanem? Nem értettem meg. Tehát volt neki egészségügyi problémája. De nagyon jó humora volt neki is, és apukámnak is. Tehát amíg a kapcsolatuk jól működött, kb. 7 évig, én annak az elején születtem, addig egymást egyenrangúan meg tudták nevettetni. Tehát szellemileg egyenrangúak voltak, és nálam összeadódott a humorérzékük is, meg az intelligenciájuk is. Miért mentek szét? Veszekedtek. Tehát nekem, amikor 15 éves koromban elváltak, az egy megváltás volt, mert véget értek a veszekedések. Veszekedtek. Lehet, hogy ezért nem szereted a zajt? Nagyon érzékeny a fülem. Zenei értelemben is, és audio értelemben is. Tehát csak teljes csendben tudok aludni. Nem szeretem a zajt, a fölösleges. Ha egy taxiba beülök, az első kérésem, hogy kérem, zárja el a rádiót. Bizalmasod van? Van. Ki? Vannak barátok, barátnő. Hány százalékban mondod el a belső vívódásaidat? Nem tudok százalékot mondani, kevés, mert nem terhelem. Nem terhelem nagyon a barátaimat, meg a barátnőmet. Nem udvariasságnak nevezném. Kedvesség. Hiúság. Tehát, hogy ne legyen neki fárasztó velem lenni, hanem szórakoztató. Tehát nehogy azt mondja rólad, hogy figyelj ide. Hogy ez lelki szemetes ládának használ. De ezt már sokszor elmondtad, Miklós. Hát most minek mondod el nekem újra, meg újra, meg újra? Ma még nem mondtam. Hát kérdezz érdekeset. Hát szerintem... Mit csinálok ebéd után? Hát gondolom, ma alszol egyet. Dehogy alszom. Napközben nem lehet aludni. Még ki mondta? Én. Jó, akkor filmet nézel. Délután nem, akkor munka van. Munka. Akkor dolgozol. Dolgozom. Megírom, amit meg kell, megfestem, amit meg kell. Dalszöveget írok. Hogyan dolgozod fel, hogy múlik az időd? Nehezen, mert sok mindent fiatal koromban másképp kellett volna csinálni.
Tehát azt szeretném, ha a mai eszemmel visszamehetnék mondjuk 15 éves koromba, és a mai érzékenységemmel, csak a mai eszemmel a 15 éves lehetnék. Nem tudják becsukni az ajtót. Hát ilyen ez a stúdió, hát így néha kinyílik nem, nagy a húzat. Most ez így nem ideges. Tehát visszamennél. Vissza. Bárcsak vissza tudnék. De nem tudsz. Tudom, Imre. Hát tudom. Éppen ezért akkor gondolom, hogy ez frusztrál. Ez frusztrál. Ezen fantáziálok. Elalvás előtt ezen fantáziálok, hogy mit kellett volna másképp csinálni. Akkor nehezen alszol éves. El. És érdekes, hogy könnyen elalszom. Ennek ellenére. És a karinti gyűrű ellenére jól alszom. De akkor agya az kb. Egy órát. Mondjuk. De szól a zene. És az elaltat. Zene, Imre, zene. Zene a füleimnek. Úgy van. Tehát kevés a bizalmasod. Vagyis lehet, kevés, hogy kevés, de van. Vannak. Bizonyos szintekig. Van, aki a legbelsőbb titkaimat is tudja. Hmm. Sőt, vannak olyanok. Ha holnap jönne a kaszás, milyen szájízzel hallnál meg? Jaj. Már megint most. Ez a mániád, ez a halál. Persze, azért, mert látom rajtad, hogy be vagy feszülve az idő múlásától, és hát a nagy egóval bíró ember, amit nehezen tud, sőt nem tud feldolgozni, hogy ő egyszer nem lesz. Igen. És nyugtatgatom magam, hogy még van sok időm. Tehát bemondják a hírekbe, hogy 89 éves korában meg, és akkor számolok, hogy aha, akkor van még 27 éven, vagy 81 éves korában, akkor még van 20 éven. De én azt látom, hogy amiközben számolgatod, közben ott van belülről. Elhesegettem. Tehát, hogy még belülről ott van a rettegés, van. És a félelem. Tehát nem vagy laza. Nem mindegy, hogy hány évet fogsz élni, de így rettegve élni. Nem mindegy, mert szeretek élni. Tehát amíg ilyen jó filmeket lehet nézni, ilyen jó hát zenéket akkor meg nem fogsz. Lehet hallgatni, addig szeretek élni. Hát akkor meg nem fogsz majd nézni, és akkor mi van? Hát én is tudom, Imre. Az élet az erről szól, de miért nem akarod ezt elfogadni? Elfogadom. Mert nézd meg, a négylábú például említetted a sertéspörköltet. Szereted. Galuskával. Igen, de kari nevű indiai fűszert teszek. Jó, karit teszel be, nem szól, nem egy klasszikus, ne legyen klasszikus pörkölt. Igen. Tehát, ahhoz, hogy te megegyed azt a pörköltet, a disznót le kell ölni. Hogy mindenre tudsz valami pozitívummal reagálni. Hihetetlen. Hát passzus, hát most... Nem is értem. De hát miért kell az a, miért erre jár az agyad, hogy az ölés, a halál, a gyilkolás? De orvos vagyok, tőled. Már nagyon régóta és nézem az életet és a halál. És az orvos csak negatívumokkal foglalkozik. Hát ilyenkor tudod, engem mindig, tudod egy embernél mi orvos. Érdekel? Milyen szakorvos vagy? Pszichiáter. Tudod úgyis. Pszichiáter. De... Hát azt sejtettem, hogy valami ilyesmi. Igen. Engemet az elfolytások érdekelnek, hogy az illető ember miért nem vállalja azt fel, amit tud? Miért nem változtat, különösen, hogyha egy ilyen jelentős szintű intelligenciával van megáldva? Vagy, hogy valaki miért gyártja a kifogásokat azzal, mit nyer? Miközben érzékeli, hogy múlik az idő, hogy egyre inkább öregszik. Miért nem cselekszik? Tehát a de cselekszem, Imre, tehát fellépek, Imre, fellépek, egy óra 50 percen keresztül a közönség a tenyeremből eszik. Jó, és utána? És amíg fellépek, addig nincs öregedés, nincs betegség, és halhatatlan vagyok, amíg tart a két fel, óráig. Amíg színpadon hetente vagyok. Háromszor mondjuk. Adná az Isten. Akkor kétszer, vagy egyszer, havonta? Adná az Isten. Egyre ritkább? Egyre, hát a pandémia miatt is zűr volt, meg a karinti gyűrű körüli botrány miatt is. Tehát akkor most már nem hívnak? Annyit.
Azért voltam. Voltam, Illésklubba énekeltem. Méghozzá olyan dalokat, amiket eredetileg Kontz Zsuzsa énekelt, és feldolgoztam. Illés Lajos zenéi, Szörényi Levente zenéi, és Bródi János szövegei. Tegyük fel, hogy az is elképzelhető, hogy kiégetted magad a szakmában, mint humorista. Nem fognak hívni. Igen, megint valami jó pozitívat sikerült. Hát azért, mert neked is eszedbe jut. De én pozitívan állok, tehát azzal foglalkozom, ahova hívnak, nem azzal, hát ahova persze, nem de, hívnak. De ez egy felvetés, tudod, ez egy ilyen ha dolog. Ha New Yorkba lenne egy előadásom, akkor elrepülnék. Ez is képzeld el, hogy ez egy ilyen dolog, jó? Jó. Na. Tehát, hogyha kiégetted magad a szakmából, Karinti, meg egyéb dolgok miatt, és nem hívnak. Igen. Mi lesz a következő szakmád? Tudok könyvet írni. Jó, de hát... Tudok dalszöveget írni. Ez is megszűnik. Nagyon magas szinten. Ez is megszűnik. Mi lesz a megújul? Ilyen szempontból egyik napról a másikra élek. Szóval nem tervezek 2 évre előre, meg 5 évre előre sem, mert mindig jön valami. El vagyok kényeztetve, ez az igazság. Mindig jön valami. Hát, akár egy interjú, akár egy utószinkron, akár fellépés az Illésklubban. De figyelj! Mi történne benned, hogyha az informatikusodnak azt mondanád, hogy figyelj ide, drága, innentől kezdve ne töröld ki a negatív kommenteket. Nem, nem lesz ilyen, Imre. Kár. Tehát nem, hülyeségekkel nem akarok szembesülni. Mert csak azon... stresszel, és idő, megy vele az idő. Nem csak rólad írnak sokat, de rólam is. Mit csinálok én a negatív kommentekkel? Mit gondolsz? Nem tudom, de te egy más alkatú ember vagy. Mit csinálok vagy a pozitív kommentekkel? Gondolj arra, Imre, hogy nem vagyunk egyformák. Nem. Ezért kérdezem, hogy mi eltérő. A... Te egyetemet végeztél, én csak fellépni mentem egyetemre. Nem ez számít. Ez is számít. Az is valakinek a habitusából fakad, hogy elvégzi az egyetemet, avagy nem végzi. Mit csinálok? Sőt, el se kezdi, mint mit csinálok, Miklós, a kommentekkel? Elolvasod. És utána? Nyilván van, amelyiken röhögsz, van, amelyiken elgondolkozol. És mit csinálok a negatív kommentekkel? Megrándítod a vállad. Tehát te tudsz annyit a szakmádból, hogy nem kívülről kell bírálgatni és hozzászólni, hanem te csinálod öntörvényűen, ahogy te jónak tartod, és ezért nem zavarnak a negatív kommentek se. Te lehet, hogy ilyen szempontból kevésbé vagy érzékeny, mint én. Képzeld el, egyiket se olvasom el. Jó. Semmit. Na látod. Mert már egy jó ideje tudom, hogy az idő a legdrágább kincs. Én is, tehát amikor tehát jött 3000, volt miniszterelnök úr hozzászólt az én lányan. Facebook, és jött 3000 hozzászólás, azt én se, egyet se olvastam el. Szóval visszatérvem, nem olvasom el, és tudod, mit becsülök inkább? Ha valaki veszi a fáradtságot, és szemtől szembe mondja nekem a véleményét, nekem az egy nagyon korrekt. Jó, ez is jó. Tehát most, amikor több száz hozzászólás jön, az nincs ideje az informatikusomnak.
Hát igen. Megszűrni, mert egyrészt van saját munkája, másrészt három gyereket nevel. Úgyhogy azokat én se olvasom el. Úgyhogy akkor mégiscsak rokonabb lelkek vagyunk, mint gondoltam. Kérhettek egy papírt? Egy A4-es papírt? Tudom, hogy ez nem lesz olyan. Rosanteszt. Ne, Rorschach. 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 Gyerekkoromban volt. Köszönöm szépen. Tollat nem kérek, köszi. Kaptál három tollat. Zöld, zöld és piros. Tudod, mit csinálok? Egy csövet csinálsz a papírból. Nem. Gyűrűt, gyűrű. Neked akarom adni. Jó, én meg tartom a légy szíves a középső ujjamra. Ezt te fogod felhúzni, ha akarod. Hát te húzd fel. De hogy én húzom fel. Jó. Fogd meg, ne ugorjon szét. Ne ugorjon szét. Utána húzd meg. Gyűrű. És ez most jó? Jó lenne. De ez most komolyan jó érzés? Jó. Mi benne jó? Porból lettünk, porrá válunk. Dicsőség. De... Ugyan, Miklós. Dicső, becsvágy, Imre, hiúság, önzés. Ez mind. Nem fontos. Jó. Nem fontos, mert... Nem fontos. Hol van a belső tartásod? Itt lemész kérincsélni? De én nem kérincsélek, hanem... Vered a blattot, hogy ide nekem a gyűrű. De az nem kérincsélés, az követelés. Hát akkor te erőszakos vagy. Akkor nézzük ezt a hozzáállást. Aki szelet vet, vihart arat. Aki kardot használ, kardáltal vészel. Tehát erőszakosan követeled. Még mit gondolsz, hogy mit váltasz ki ezzel? Ez csak verbalitás. Verbális meg. A szóveszélyes fegyver, ez igaz. De azért megválogatom. Tehát trágár szavakat nem használok. Hiába. Csak okosan vagy erőszakos. Csak igen, ez igaz. Ezt aláírom. És aki szelet vett, vihart arat. Én feleslegesnek érzem, amit csinálsz. Uh-huh. De ez az én érzésem. Jó. Te meg cipeld azt. Jó, így. Így. Mert valójában belegondolsz, ez most papírból van, de lehetne fémből is, de a lényeg az ugyanaz. Nem sokkal fontosabb annak az érzés, hogy megdolgoztam érte. De Jakubcsek Gabi csak mondta van. A tévéműsorban, hogy generációk nőttek rajtad föl. Megdolgoztam érte, ott van most, hogy most egy grémium neked ítéli, vagy nem ítéli, tök mindegy. Tök mindegy. Jó, én másképp állok ehhez. Tudom. És ennek... Mint ahogy az is hajmeresztő, hogy Koltai Robinak nincs Kossuth díja. Már megint jössz másokkal. De ez, az is hajmeresztő, hogy Tolcsvai Lacinak nincs Kossuth díja. És a Fonográf együttesnek nincs Kossuth díja. Ezek mind hajmeresztő. Figyelj ide, kedves dolgok. Miklós, képzeld el, eljátszok most neked valamit. Hajmeresztő. Eljátszhatunk valamit, na nézd. Képzeld el, hogy ez a dicsőség almája. Uh-huh. Glória. Glória. Vedd el. Ja? Jaj. Harapjál bele a dicsőség almájába. Mesélj, milyen az íze? Édes. Milyen még? Csak édes. Csak édes. Édességet lehet cifrázni? Mézédes, keserédes. Milyen édes? Fele olyan édes, mint a méz. Trópusi gyümölcsök. Garmadája. Ananász. Én ananász. Értem Afrikába. Erről nem kérdeztél. Ananász. Nem kérdeztelek. Másfél évig voltam Kelet-Afrikában. Tök jó. Na, visszatérve a dicsőség almájához, Miklós. A semminek hogy lehet íze?
semminek nincs íze. Mert az előbb felkínáltam neked a semmit, te átvetted a semmit. Uh-huh. Beleraktam a semmibe. Ezt hívom balfasz viselkedésnek. Csúnya szót mondtam. Csúnyát bizony. Nem baj. Nem jöttem zavarba. Miért? Te is szoktad ismerni, meg használni. Tehát, aki így görcsösen ragaszkodik a dicsőségbe, a semmi. Jó. Elfáradtam. Látom. Kedves urak, hölgyek, nagyon szépen köszönöm. Ez volt az idei őszi maflás első része. Vigyázzanak magukra, szép estét, és fogadják szeretettel a beszélgetésünket Galla Miklóssal, utólagosan is. Minden jót!